Egy év alatt 10%-kal emelkedtek Fehérváron az albérletárak. A régióban csak Tatabánya környékén volt nagyobb emelkedés. A közép-dunántúli régió albérletpiacán egyébként hosszú távon is jelentős drágulás történt. 2015-höz képest majdnem 128%-kal nőttek átlagosan a lakbérek, ami az országos 111%-os átlaghoz képest is jelentős áremelkedést jelent. A vármegye székhelyen szeptember elején a kiadó lakások átlagos bérleti díja 170 000 forintot tett ki. Ez 10%-os emelkedésnek felel meg az előző év azonos időszakában feljegyzett, közel 155 000 forinthoz viszonyítva. Székesfehérvár nagyon-nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, a gazdasági élete rendkívül élénk, ipari beruházások történtek az elmúlt évtizedekben, ami egyértelműen a városba irányuló munkaerőnek is vonzó célponttá vált az albérletpiacon. Ennek köszönhető az is, hogy az elmúlt évtizedekben Székesfehérvár fölzárkózott az országos lista élbolyába, legalábbis ami a vármegye székhelyek bérleti díjait illeti. A drágulás mértéke a tekintetben is érdekes, hogy mindeközben a kereslet csökkent a piacon, ha már egyre több bérelhető ingatlan jelenik meg környékünkön. Fehér legerősebb albérlet piacával rendelkező településén, Székesfehérváron a kínálat 5%-kal nőtt egy év alatt, a kereslet pedig 31%-kal csökkent. Ez a tendencia azonban a tanév elejéhez köthető, hiszen sok újonnan a városba érkező diák és hallgató egész egyszerűen a végsőkig kivár, hát ha olcsóbban jut albérlethez az utolsó napokban. Azt láttuk, hogy az igen magas bérleti díjak ellen részben úgy küzdenek a diákok, illetve a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, hogy nem rögtön az első pillanatban rohamozzák meg a kiadó lakáspiacot, hanem az utolsó pillanatra halasztják a döntést, ami átmenetileg kereslet csökkenéssel is együtt jár. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb lenne a bérlő hosszabb időtávon vizsgálva az albérletpiacon, sokkal inkább az, hogy ha valaki kivárásra játszik, akkor néhány heti, vagy akár egy hónapos kivárással akár 100 000-eket tud spórolni. Az ingatlan szakértő szerint a pótfelvételi eredményhirdetése és a döntést halogató diákok piacra lépése után szeptember első heteiben erősödést hozhat a kiadó lakások iránti kereslet. Az árak azonban nagy valószínűséggel a túlkínálat ellenére sem fognak mérséklődni, hiszen a bérbeadók jellemzően a keresetek változásához igazítják az árakat. A reálbér növekedésnek köszönhetően pedig sokkal inkább van arra esély, hogy tovább emelkednek az albérletárak, mintsem hogy csökkennének.